Köszöntöm a Fehérvár televízió nézőjét. Az utolsó forduló az őszi szezonban az Albaliga városi kispályás bajnokságban, és ebben az utolsó fordulóban egy olyan csapat is képernyőre kerül, akit eddig még nem mutattunk önöknek, ez pedig a Piros Mezes Boáron Homeopátia együttese. Ők jelenleg hatodikak a bajnokságban, és velük szemben a nyolcadik helyezett Sárga Mezes Fehérvár Sped, amelyet ellentétben a pirosakkal már láthattak. Ez a mérkőzés kezdődik, tehát most hát nem lehet azt mondani, hogy unalmasan, hiszen gyakorlatilag másodpercek elteltével már vezet a Boáron Homeopátia. A 30-as Klémán Máté szerzett gólt az első percben rögtön. A Fehérvár Sped, mintha még föl se vette volna a meccs ritmusát. Ahhoz képest, hogy az a rendhagyó eset is előfordult korábban, hogy 0-0-át játszott a Boáron Homeopátia, mégpedig két fordulóval ezelőtt a Sárépszel csapatával, hogy kispályán azért a gól nélküli döntetlen tényleg minden csak nem gyakori. Hát ehhez képest most gyakorlatilag 7 másodperc után, de lehet, hogy még annyi se volt, vezetést szereztek a pirosak. Akik tehát jelenleg hatodikak, 3 győzelemmel, 2 döntetlennel és 4 vereséggel 9 forduló után, így gyűjtöttek összesen 11 pontot, és ez egyel több, mint a Fehérvár Speri. Úgyhogy elvileg azért ennek egy kiélezett meccsnek kell lennie. Meglátjuk, hogy valójában az lesz-e, de minden esetre 1 perc elteltével vezetnek a piros mezesek, akiknél Molnár Tamás végzi el most ezt az oldal bedobást, a dobást választ végül is. Klémán szerezte tehát a gólt, Kummer Máté hátul, akinél most van a labda. Tízessel Gárber László még a pályán, illetve Wittner Máté a kapus a Boáron Homeopátia csapatában. A Fehérvár Sped együttesének kapuját ezúttal Farkas Zoltán védi. Ott van természetesen Szelecki Béla, aki az egész mezőny egyik legjobb góllövője jelen pillanatban az Albaligában, hiszen már 12 gólnál tart. Bocsánat, 11-nél. Nem akarom megelőlegezni neki, bár szinte mindig lő gólt, amikor a csapata is lő. Tízessel Tőke Róbert zavart elől, de a másik tízes, piros tízes Gárber hagyta ki a helyzetet. Aztán az előre húzódó Kummer harcol ki sarokrúgást. Majd a Fehérvár Sped játékosaival is megismerkedünk. Akkor a gólszerző visszahúzza a rövid sarok felé. Ez volt a második jó lövése Klémánnak. Egyelőre nem igazán veszik komolyan őt a Fehérvár Sped játékosai, vagy csak figyelmetlenek. Szelecki éles szögből, Vitrédinek kellett védenie az első sárgamezes kísérletet. Természetesen az, hogy egy gól esett az első percben, még semmit nem dönt el, hiszen 2x25 percig tart a mérkőzés. Gárber tisztázott. És jöhet Horváth Attila szöglete, vagy sarokrúgása, Szelecki a rövid saroknál. Két Horváth Attila is játszik a Fehérvár Spedben, aki korábban nézték a közvetítést, ezt közvetítéseket már tudhatják. Őket névleg nehéz megkülönböztetni, egyébként persze igen. Tőke adja haza a labdát, meglehetősen röviden. A kapus letámadása sem hoz eredményt, mert ki tudta emelni. Igaz, hogy ebből már megint a Boáron támadhat. Molnár Tamás gurítja hátra a labdát. Fiatal összeszokott csapata a Boáron Homeopátia. Elsősorban azt hiszem a fiatalsága az igazi erénye, hiszen így ránézésre az egyik legfiatalabb a mezőnyben. Tőke szerez labdát, Orosz Attila próbálja üldözni, de Molnár Tamás indul a kapu felé. A pirosak dobhatnak. Három olyan mérkőzése is volt egyébként már a szezonban, az eddig lejátszott 9-ből a Boáron Homeopátiának, amelyen nem szerzett gólt. Mondom, ehhez képest igazán meglepő ez a villámkezdés. 27 találatuk van, ennél kevesebbet csak két csapat szerzett.
Az ötödik percben járunk, 1-0-ra a piros mezes Boron homeopátia vezet, amikor megpróbál Horváth Attila támadást indítani. A másik Horváth Attila egyébként itt hátul most a backpár. Szelecki pedig a tőle megszokott módon tartja meg az embert, és teszi le a labdát. Tőke hagyta ki a helyzetet, mert ez az volt. Szelecki Béla az egyik legjobb a mezőnyben ebben a műfajban, centerként, bár inkább magasnak, mint erősnek tűnik. Nyilván erős is, hiszen gyakorlatilag lehetetlen elnyomni. Szépen a védők mögé emelt labda, és épp csak annyit taszított Tőke hátulról Molnáron, hogy szabálytalan még ne legyen, viszont ne tudja levenni az ellenfél a labdát. Hummer tettem erre, Molnár kifelé cselez és lövi el éles szögből. Nem volt igazán veszélyes. De ezek a ritmusváltások, a gól is gyakorlatilag ugye ebből született, hogy a meccs elején még áldogáló játékosok között egyszer csak Klémán megindult. Szóval ezek úgy tűnik, hogy zavarba hozzák a Fehérvár Spedet. Amelynek 3 győzelme, 1 döntetlenje és 5 veresége van eddig a szezonban. Több gólt szerzett, mint a Boron homeopátia, viszont jóval többet is kapott. Szép bejátszás, kipördül a kapus kezéből, nem történt szabálytalanság, megvan a második gól a 7. percben, szerzője pedig Gárber László. Élesen belőtt labdára érkezett, és bizonytalan volt kicsit Farkas Zoltán, aki így most ebben a gólban azért benne van. 2-0 és egy újabb eladott labda. Csak sarokrugásra tud Tőke menteni. Legutóbb 6-3-ra kapott ki az éllovas Bádugos Gréko Petroltól a Boron homeopátia, de ez egy vállalható vereség, hiszen a Bádugos maga biztosan menetel egyelőre veretlen a bajnokságban. 8 győzelem mellett egyetlen döntetlennel, és így módon tulajdonképpen az első számú favorit. De hát egyébként a Fehérvár Sped pedig még ennél is szorosabban, csak 5-4-re kapott ki tőlük, úgyhogy ez alapján sem lehet a két csapatot megkülönböztetni. Viszont itt egyelőre sokkal jobb a Boron homeopátia. Sorra alakítja ki a lövő helyzeteket a kapu előtt, és 2 gólt már szerzett is ezekből. A tetőszerkezetet érte a labda, ez ugye bedobást jelent itt a Phoenix csarnokban zajló műfüves bajnokságon. Horváth Attila, Szelecki teszi le, Tőke, éles szög, új, de nagy gólt lőtt. Nagyon szép megoldás, és váratlan is volt, kellően meglepte vele Wittner Mátét. 8. perc, már is szép itt a Fehérvár Sped. Ennyire eseménydús mérkőzést, őszintén szóval régen láttunk, volt itt már egy gólos találkozó, és olyan is, ahol inkább a hajrában potyogtak a gólok. Itt most 8 perc telt el, de már láttunk 3-at. Közben cseréltek a piros mezesek. Majd megismerkedünk az új játékosokkal is. Szelecki oroszhoz szerette volna eljuttatni a labdát. Aztán visszakapja ajándékba. Horváth Attila. Ott nem is igazán volt senki. Molnárt előzték meg. Tőke. A másik Horváth Attila volt, aki előtt elgurult a labda. Horváth Attila 1 és Horváth Attila 2 hivatalosan. Ő pedig orosz Attila. Hátul tisztázott, de ő is egyébként gólerős játékos, 5 gólt szerzett eddig a szezonban. Tőke próbálkozott egy újabb váratlan lövéssel. Váratlanak váratlan volt, csak nem olyan jó, mint az előző. Kilencessel Cseszneki Richard állt be, illetve a most passzoló német Gábor 66-ossal a másik játékos, aki menet közben érkezett a Boron homeopátiába. A sárga mezeseknél egyelőre még a kezdőcsapat a pályán. Horváth Attila és Szelecki Béla összjátéka. Szelecki, a másik Horváth Attila helyezkedik üresen.
tőke. Jól tartja meg. Ezúttal figyelt rá Klémán, hogy még egy váratlan lövés jöjjön. Horváth Tamás is van egyébként a Fehérvár Spedben. Keretben legalábbis most egyelőre nem játszik, de bevetésre kész, ha jól látom a kispadon. 10 perc telt el a mérkőzésből, 2-1-re a Boron homeopátia vezet, a piros mezes csapat tehát. Mondhatni villám gólváltások után, és még abszolút nyílt a találkozó. Szép egyérintős összjáték, jó labda átvétel. Ez is jó még. Vissza Cseszneki. Horváth emelte ki, Szelecki veszi le. Tőke indul keresztbe, viszi el az embert. Inkább megjátszotta volna Szelecki, de ezt lefülelték. 3-3 ellen, a lövés is jó. Nem csinálta rosszul Klémán, mert eléggé ritmustalan volt a lövés, de pontatlan is. Klémán kapott egyet hátulról. Horváth József és Cseh Roland vezeti a találkozót. Horváth fújt a sípjába. Klémán. Bognár Bence is a pályán, aki a legutóbbi mérkőzésen a Bádogos ellen Mester 3-as szerzett a 6-3-ra elveszített találkozón. Remek Cseh sorozat. Nem óvatoskodhatott Farkas Zoltán a kapus, amikor kirobbant a kapujából. Horváth Attila. Elég sűrű a helyzet, de eljutott a labda tőkéhez, jól helyezkedett, és épp hogy csak lecsúszik róla Szelecki. Hát könnyedén egyenlíthetett volna már a Fehérvár Sped. Mondom, hogy itt kispályán aztán az égvilágon semmit nem jelent egy gyorsan összeszedett két gólos hátrány sem, ha egy csapat nem zuhan össze belőle. Cseszneki indult előre dinamikusan, Gárber már folyamatos cserék időközben, visszajött Kummer a pályára. És most már akkor a harmadik horvát, Horváth Tamás is bent van a Fehérvár Spednél. Wittner rúgta ki a labdát, Molnár pedig elengedte. Orosz Attila középre, ajj, ez viszont nagy védés volt. Wittner visszaspárgázott, pedig nem is láthatta a labdát, bravúros mozdulat. Németen lögtek egyet. Aztán ugyan ő próbál pozíciót fogni, de ezt Horváth Tamás könnyedén megakadályozta. Most meg őt előzik meg. Jók a finom cselek. Cseszneki ezúttal leviszi az alapvonalig. Ó, mit hagyott ki, de csak elsőre. Másodikra már javít Gárber. Túl bravúrosan akarta először berúgni, aztán megoldotta erőből, de ebben a gólban azért Cseszneki-nek is óriási érdemei vannak. 14. perc. 3-1-re vezet a Boron homeopátia. Gárber pedig két gólos a mérkőzésen. Cseszneki ismét. Ez is jó, Kummer. Betömörülnek, jön a visszagurítás. Jó elképzelés volt. Piros, aki a bedobás. Kummer szépen fordul, éles a szög. Elgurult a gólvonal előtt a labda. Nagyon jó kis mozgalmas meccs egyébként, sok látványos megoldással. Látszik, hogy technikás játékosok mindkét csapatban. Horváth Attila veszi el most a labdát és lövi el. Biztatták is a többiek, hogy maga vállalkozzon. Nem volt rossz. Marad a 3-1. Gárber László eddig egy gólt szerzett a bajnokságban, ezen a meccsen már kétszer annyit. Most viszont labdát veszít Horváth Tamás. Ő is nagyon gyors és technikás, és egy szép
mintaszerű becsúszás Molnár Tamástól. Majd pedig Wittner is jól lép ki a kapujából. Mártúr az első félidő felén. Egyelőre 4 gól és meg annyi helyzet. Most is lehet, Cseszneki indul megint, elképesztően gyors és önzetlen is. Csak az akciót követő Németh Gábor nem hitt talán eléggé benne, hogy megkapja még ezt a labdát. Cseszneki feltartóztathatatlan egyelőre, igazi kis tűzgolyóként készíti elő a jobbnál jobb helyzeteket a csapattársaknak. Orosz. Kummer a kapushoz hátra. Gárber. Természetesen itt nincsenek kötött posztok, mindenki mindenhol előfordul. Most éppen Cseszneki volt a hátsó mezőnyjátékos. Németh veszi le. Aztán Horváth közreműködésével továbbította Molnár. Cseszneki a szokásos megindulása. Ezt azonban most könnyedén szerelték. Orosz Attila teszi oldalra is. Horváth Tamás lőtt, de már lögtek rajta egyet, úgyhogy a labda marad a Fehérvár spednél. Tizenhetedik perc, 3-1-es hátrányban a sárga mezesek, de most szépíthetnek, ha Horváth Tamás kaput talál, vagy ki tudják játszani. Rálövi! Igen, ott helyezkedett Orosz a hosszú sarokon áll. De kijött Kummerről a labda, és ezzel már Cseszneki kezd el megint flikflakkozni. Nagyon könnyedén csinálja ezeket az áthúzós cseleket. Türelmesen játszhat a Buaron homeopátia, főleg, hogy nem csak cselezni, hanem nagyot lőni is tudnak a piros mezesek. Így aztán behúzódni sem igazán jó ellenük. Németh Gábor helyett jön vissza a pályára Klémán Máté, az első gólszerzője. Kis apró taktikai szabálytalanság után jöhetnek a piros mezesek. Fehérvár Sped 30 gólt szerzett 9 mérkőzésen és 36-ot kapott. Igen, szoros egyébként a középmezőny, hiszen az 5. helyen a bajnokságban jelenleg az utolsó forduló, az utolsó őszi forduló előtt álló Pasa Kebabnak 11 pontja van, akár csak a 6. és a 7. helyezettnek, tehát a Buaron homeopátiának és a Sárépszernek. És 10 ponttal, tehát egyetlen egyen leszakadva az 5. helyről egyelőre 8. a Fehérvár Sped. Azért mondom, hogy itt ez a mezőny, ez nagyon homogén. Ezúttal is jó volt az elképzelés, Klémán adott majdnem gólpaszt, de a 2 gólos Gárbernek most még nem lett meg a Mester 3-as. A többiek szerint azért, mert nem számított rá, hogy eljut oda a labda. Bognár Bence. Tőke robban ki. Rossz irányba fordította ezt most Horváth Tamás, hiszen Tőke üresen ment a bal kezénél. Ő inkább a másik csatártársat próbálta megjátszani. Kummer labdája pattan el, és aztán Némis Péttel, de lefújják, hogy Szelecki rálépett Klémán sarkára. 20. perc az első félidőben, Bognár. Klémán, egy érintős játék, ez is szép. A szabálytalanság vitathatatlan, és az is, hogy még nem a büntető területen belül történt.
így aztán csak szabadrugással jöhet a Boáron homeopátia. A 20. percben 3-1-es vezetésnél. Klémán. Bognár, ugye jó kis löket volt ez is, nem véletlenül rugott 3 gólt az előző fordulóban. Egyébként is mindenki nagyon bátran és jól lő messziről a Boáron homeopátiánál. Horváth Tamás állva várta a labdát, megelőzték. Újabb szabad rugás, ezt is Klémán végezheti el. Most nem várt olyan sokat, Kummer. Bognárral játszik össze, nincs kint. Még ez sem, és egészen Wittnerig hátra a labda. Az első félidő utolsó 5 percén belül járunk már. Hát nem támadják Garbert, úgyhogy volt ideje megnézni, hova rúgja Bognár. Cseszneki indul, ez általában nem jó jel. Ez is jó labda. Farkas nem merte kiengedni az alapvonalon. Bognár dobja át a túloldalra. Újabb bedobás, ezúttal a másik oldalról. Klémán. Garber. Cseszneki. Mindkét lába jó, úgyhogy ez alapján nem állapíthatják meg, hogy merre cselez. Garber. És türelemjáték, visszahúzódik egy kicsit a Fehérvár sped, de egyelőre nem tudnak labdát szerezni, mert Cseszneki-től lehetetlen elvenni. Megtévesztő volt. Nem kapura szánta érzésem szerint Garber, de ha egy kicsit beljebb megy, akkor lehet, hogy benézte volna a kapus, mert ő is nagyon a bent lévő csatára helyezkedett. Szelecki. Huszonharmadik perc, gyors bedobás. Wittner még a büntetőt előttem belülőért hozzá kézzel. Horváth Attila veszi el a labdát. Horváth Tamás. Számított Garber a cserre. Cseszteki. Az ő cselére is azért. Szelecki. Mindössze 2 olyan meccs volt eddig a szezonban, amelyen Szelecki nem szerzett gólt. Ebből az egyiken a csapat sem. A másik, tehát az egyetlen olyan mérkőzés, ahol gólt rugott a Fehérvár sped, de nem rugott gólt Szelecki, az a legutóbbi találkozójuk volt, és most Horváth Tamás szépíthetett volna. Egy legutóbb egy meglepően nagy pofonba szaladt bele a Pasakeba ellen, 9-3-ra kapott ki a Fehérvár sped, eddig azért nem volt rájuk jellemző a nagy arányú vereség. Garber. Jól védte a rövid sarkot ezúttal a Farkas. Klémán, Bognár, 2 perctél kevesebb van hátra az első félidőből. És egy alapvetően azért nem olyan jó lövés most Cseszneki-től. A Boáron homeopátia legmeglepőbb teljesítménye talán a Pelszotul elleni 11-5-ös győzelem volt, tényleg valódi gólzápor volt, és hát 11 gólt azért ritkán rúg egy csapat ebben a bajnokságban egy mérkőzésen. Hát valamikor tényleg nagyon kijön nekik a lépés. Eddig egyébként a mai mérkőzésen is egyértelműen jobb a pirosmezes csapat, és szemre is tetszetősen játszik, még ha a szép passzok olykor nem is elég pontosak. Ez már az utolsó perc az első félidőben, 3-1-es vezetés a Boáron tekintetében. Cseszneki elől üresen kéri a labdát, de ennek a Vasgerenda az útját állta. Horváth Tamás próbálta meg egy kicsit csalni a távolságot. Tőke, aki nagyon szép góllal szépített,
De egyelőre ez tényleg csak szépítés. Orosz. Horvát. Szelecki fog pozíciót. Itt látszik igazából, hogy mennyire tudja ezt a fajta játékot és helyezkedést. De a védők mögé pörgetett labdája nem elég pontos. És most le is telt az első 25 perc. A játékvezetőkön múlik innentől kezdve, hogy mennyit hosszabbítanak. Kárbert fogták meg, és ezt a szabadrúgást még megítéli Horváth József. Természetesen kis pályán sincs kőbevésve, hogy a 25 perc, tehát a játékidő leteltével le kell fújni a találkozót. De könnyen lehet, hogy itt a végén még akár három gólos hátrányba is kerül a Fehérvár, mert Bognár méregeti a távolságot. Két tagú a sorfal, a jobb sarkot fogja a kapus. Ó, és mekkora gólt lőtt ezzel együtt. Ez szerintem gól volt. Hát ez érdekes, a játékvezető nem látta annak. Hát, érdekes helyzettel, szituációval zárul az első félidő, bár még nem fújta le a játékvezető hivatalosan, ítélt egy szabadrúgást. Most már 26 perc is eltelt. Szerintem gólt lőtt Bognár abból a szabadrúgásból, nagyon úgy tűnt. És még mindig mehet a játék. Most van vége az első félidőnek, hát így végül is 3-1-re vezet. Ez egyébként jó játszó Boáron homeopátia a Fehérvár Sped ellen. Szünet után következik a folytatás. Folytatódik tehát a mérkőzés 3-1-es Boáron homeopátia vezetésről, és 14-essel Fekete István személyében a mezőny doajenje is pályára lép a sárga mezes Fehérvár Sped csapatában. Jelenleg tehát ő veszi át Szelecki szerepét a center pozíciójában. Hát a rutinja megvan hozzá, és tényleg emeljük meg a kalapunkat előtt, hiszen hosszú-hosszú évtizedek óta a kispályán tevékenykedve még mindig az első osztályban játszik. Múltkor lejött közénk is focizni a tornaterembe a baráti társaságba. Hát láthattuk, hogy nyilván fizikálisan már nem ő a legerősebb a mezőnyben, de még mindig nagyon tudja a helyezkedést és azt, hogy hogyan és hova kell passzolni kis pályán. Na ennyit a enyhén kopaszodó 14-esről, nézzük a csapatát, amely jelenleg két gólos hátrányban van. Ez a labda nem jutott el Feketéhez. És hát itt szünetben azért beszélgettünk játékvezetőkkel is. Egyébként nagyon sportszerű volt a piros mezes csapat. Közölték, hogy hát ők úgy látták, hogy gól, de hát most emiatt már nyilván nem csinálnak cirkuszt, nem reklamálnak, nincs lehetőség utólag visszavonni a be sem fújt ítéletet. Még hogyha a technika a kamerán keresztül lehetőséget is adott volna, hogy visszanézzük azt az óriási szabadrúgást itt az első félidő végén. Én azonnal úgy éreztem, hogy gól volt, és ezt többen is megerősítették. A játékvezető nem így látta. Na nézzük az első pirosmezes támadást, elég szépen és elég sokáig játsszák ki. Klémán majdnem ezt a félidőt is góllal kezdte, bár olyan gyors gól nem lett volna, mint az elsőben. Utólag, hogyha nyernek a piros mezesek, akkor persze nem lesz jelentősége annak, hogy az a szabadrugás bent volt-e vagy sem, de hát ezt még most nem tudhatjuk. Tőke. Ő szerezte a szépítő gólt, szintén nagyon szép lövésből. Most azonban nem volt meg az összhang a csapattársakkal. Az mindenképpen élvezhetővé teszi a meccset, hogy úgymond direkt futballt látunk. A Boáron homeopátia, amint lehet megy előre, cseleznek, bátran passzolnak és lőnek is. De most a második fél időt azért a Fehérvár Sped is jobban kezdte. Németh Gábor, szép összjáték. Ez viszont egy kicsit felesleges volt, és lehet belőle megindulni. Bognár Bencén akad el a labda, aztán mégis eljut Horváth Attiláig. Horváth és Németh tisztáz. Ezek szerint szabálytalanul.
kéri a sípszót a szabadrugásra készülődő tőke. Akkor viszont kimérték a sorfal távolságát is. Horváth Tamásnak guríthatják le, nem ezt teszik, hanem Feketének. Ő vissza, mi maradt ki, de egy abszolút tudatos és jó figura volt ez. Végül is orosz lövése pattant blokkba, lehet, hogy a kapus védett nagyot. Látszott, hogy begyakorolt szabadrugás variáció volt. Van a túloldalon is ember, Bognár egyelőre maga cselez. Most nincs a pályán Csesz neki, aki olykor szinte megbolondította a védőket egy-egy megindulással. Horváth Attila 30. perc a mérkőzésen. A második félidő egyelőre kevesebb helyzetet hozott, mint az első német. És egy kicsit későn megszólaló síp. Elsőre azt hittem a másik pályáról hallatszik át, de nem. Cseh játékvezető fújta le német labdaszerzését. Újabb szabadrugás, újabb lehetőség, hogy szépítsen a Fehérvár Sped. Ismét két tagú a sorfal. Most is Horváth Tamás helyezkedik a legurításhoz, és most ő is kapja, és ő lövi be. Talán túlzottan is a mezőny széthúzására figyeltek a védők arra, hogy megint figura lesz. Horváth ezúttal az egyszerűbb megoldást választotta. 31. perc, 3-2. Bizony a második félidőt a Fehérvár Sped kezdte jobban és veszélyesebben, még hogyha ehhez szabadrugások is kellettek. Így aztán korán sem érezheti még biztonságban magát a Boáron homeopátia. Cseszteki jött, beválaszul talán. Egyelőre nyugodtan passzolgatnak hátul a piros mezesek. Cseszteki, Gárber, aki két gólt szerzett a meccsen, német. Vissza Gárberhez, Cseszteki, most jön a ritmusváltás, nagy passz Gárbernek, de jól élt együtt a játékkal a kapus. És most 2-2 ellen Horváth gyönyörűen, remek jelenetek, a hárítás is az volt. Ez viszont nem egy jó labda, de Horváth Attila majdnem visszaszerzi, Cseszteki. Szabadrúgás ezúttal a másik oldalon. Hat perc telt el a második félidőből. Cseszteki Richard készülődik a szabadrugáshoz, és az iménti gólszerző Horváth Tamás az egyszemélyes sorfal. Most már ketten vannak, Szőke is beállt mellé. Előtte mellettük, de a kapu mellett is Cseszteki. Farkas Zoltán, aki az egyik gólnál hibázott, de azóta azért már néha javította ezt a hibát. Most nem ő hibáz, hanem a védő, aki eladja a labdát, és majdnem meglett a mester hármas Gárbernek. Ezen csak a kapufa tudott most segíteni. Hazaadás nem foghatja meg a kapus. Higgadt megoldás. Molnár. Cseszteki, kicsit maga mögé kapta a labdát, Fekete segít hátul, és jön egy előre ívelés, de ez nem jó. Klémán adja el, és itt most nem lehetett nagyon cifrázni, hiszen 3-2-ben indultak meg a sárgák. Fekete István 7 percet töltött a pályán, és jön vissza Szelecki, aki ugyebár nagyon-nagyon gólerős, és ha minden meccsen gólt lő, mint eddig tette,
akkor akár az egyenlítést is érhet. De most Garber hozza a labdát. Klémán. Klémán labdát rúgta végig. Miként tőke is, csak ő ki. Szép cselek után jó labda átvétel, és egy higgadt befejezés, megvan a Mester 3-as. Garber szerzi a gólt a 34. percben, 3 gól egymás után, ami a pirosmezesek terméséből Garber részét illeti, és ezzel ismét 2-vel vezetnek. Hát az előző meccs Bognár nagy meccse volt a Bárdugos ellen, még ha a csapat ki is kapott, akkor ő rúgott 3 gólt, most Garber László az, akinek a legelső fordulóban volt egy gólja a Fortrans elleni 6-2-es győzelem alkalmával, azóta nem talált be, ha hinni lehet a jegyzőkönyveknek. Úgyhogy keretbe foglalja így módon az őszi szezont. Nagy lövés, remek védés, és a kipattanóra odaér, Oroszt megelőzve a védő Molnár is. Azonnal lehetett volna válaszolni. Tőke. Tőke ragyogó lövésekkel jelentkezik, ugye egyből gól is lett már. Klémán. Most saját magát is becsapta egy kicsit. Az imént nagyszerű gólpaszt adott amúgy Garbernek. Kummer a pályán ismét. Molnár. Német. Megpróbálta bejátszani, de Cseszneki nagyon sok ember között tűnt el. Ez pedig egy talán taktikai fal. Szelecki indul előre. Onnan már lehet lőni. Megérezte ezt Klémán. És aztán a kamera állványunk is kap egy labdát. Pedig nem kérte. Horváth Tamást előzik meg ezúttal hátulról Német. És ez most szabályos is volt. Tíz perc eltelt a második félidőből, egy-egy gól mindkét oldalon ebben a játékrészben. Összességében pedig 4-2 a Boron homeopátia javára. És megint ők jönnek előre. Horváth Attila állítja meg jól a támadást. Nem akart ő kapura lőni, Szelecki tovább teszi, talán kicsit túl önzetlenül, mert az ő képességeivel ezt el kellett volna vállalni. Kummer. Cseszneki. Nem elég pontos. Rövid labda volt ez, még hogyha Német nem is mozdult rá időben. Majdnem visszaszerzi most Cseszneki. Német. A sárgák dobnak. És igyekeznek természetesen, bár egyelőre még sok van hátra a meccsből. Horváth Attila, Szelecki próbálja levenni, Német megakadályozni ebben, és ezúttal a támadó volt szabálytalan. Egy jó előreívelés kellett jönnie, és fejjel tisztázni a Farkasnak. Bedobása hosszú oldalra, Cseszneki, ragad hozzá a labda. És még mindig nála, és még mindig, és talán egy picit később rúgta, bár végig a nyakán lógtak, de nagyszerűen tartotta meg ismét. Ez viszont így túl magasra pattant ahhoz, hogy bent tudja tartani Klémán. Van egy kis vita közte is a játékvezetők között. Sportszerű egyébként a mérkőzés, csak ilyen kicsit ironikus keretek között viccelődnek a játékvezetőkkel. Horváth tartja a labdát, szólt a kis mögött helyezkedő Molnárnak, hogy ne bántsa. Tőke. Tőke. Szeleckit kereste, de egészen Farkasig megy hátra a labda. A kapustak kell elvégezni a bedobást. Biztos, ami biztos, inkább Horvátnak passzolt a Horváth Attila. Horváth Attila 2, vagy Horváth Attila 1, nem tudom őszintén, szóval melyik. Még kincse volt, amikor már azt mutatta Molnár, hogy kijön majd a labdával. Végül is igaza lett, mert az övék. Most járunk a második félidő felénél, elegánsan
emelte ki Klémán, ő is nagyon technikásan játszik. Némettől kéri Klémán, és pörgeti át a túloldalra, és jó is lett volna az Csesznekinek, hogy a horvát Attila nem figyel oda. Ez a kidobás viszont senkinek nem jó. A bádogos Gréco Petrol vezeti az Alba Liga első osztályát, miközben megpróbált Kummer helyzetbe kerülni. 25 ponttal a Döcsösnek, amelyet egy góllal győzött le a bádogos az ősz rangadója. 22 pontja van, tehát 3 pontos lemaradása, és a bádogos az egyetlen veretlen csapat a mezőnyben. Szeleckinél marad, végül nem maradt, Németh győzött a párharcban. Masterplast van még dobogós helyen, és lesz is az utolsó forduló után is, hiszen 4 pont volt az előnye 9 fordulót követően a Ring BNP előtt, és aztán jön már az említett masszív, szoros középmezőny. Gyakorlatilag az első 4 helyezett egy kicsit elment a többiektől, hát a bádogos és a Döcsös különösen. De azért ez a meccs is azt mutatja, hogy itt a középmezőnyben is vannak jó csapatok, mert tényleg azt hiszem, hogy élvezetes játék, amit látunk. Még ha egy-egy ilyen rossz passz is becsúszik. Molnár Tamás nem siet elvégezni a bedobást 2 gól előnyben. Aztán hosszan előre Németh felé, viszont most ott kell a segítség hátul, és Molnár érkezik horváttal szemben. Jönnek a cserék, Bognár lépett be a pályára, és majdnem hozzá is jutott a labdához. Cseszteki, aki egy kicsit talán nem villogott annyit itt a második félidőben, mint az elsőben, leült cserélni, de azért hozzáteszem, hogy volt az előbb egy olyan kiváló labdatartás, amiből majdnem veszélyes helyzet jött. Közben a játékvezető inti magához az egymással vitázó Horváth Tamást és Molnár Tamást. A sárga mezes horvát folyamatos interakcióban ellenfelével, de most azért meg volt a pacsi is. Hát a szabadrugásokból már adódott nem egy bonyodalom, úgyhogy nem lehet nyugodt újfent a Boáron homeopátia. Ezúttal Szelecki várja a legurítást, vagy a felemelést, és természetesen ott a kapus környékén is ertepert élnek. Nagyon precíz a játékvezető. A legurítás. Wittner védését láttuk. Aztán pedig a piros mezesek bedobása jöhet. Bognár. Németh. Ő ide szépen tette tovább fejjel. Csak közben arrébb taszították őt magát. Persze, hogyha jó lett volna Kummernek a labda, akkor nyilván előnyszabály. Már az utolsó 10 percen belül járunk, változatlanul 2 góllal a Boáron homeopátia vezet, és szabadrugásthoz jutott, amivel akár tovább növelheti előnyét. Az eddigiek alapján mind a két csapatban remek rugó technikájú játékosok vannak, ami ilyen távolságból kapura ment, az szinte mind veszélyes volt. Bognár ezúttal ölötte azt az óriási, hát szerintem gólt az első félidő végén, amit a játékvezető nem vett észre. Kummer, Bognár, és megpróbált a csőrrel, de erre azért számított Horváth. Klémán. Kis területen is nagyszerűen tartotta meg a labdát. Némi hezitálás után visszakapják a piros mezesek. Most azért már olykor-olykor egy-egy hangosabb reklamáló szó is elhangzik. Molnár. Wittner. Németh vissza a kapushoz. Őket nem sürgeti az idő, a Fehérvárosped pedig csak olyan lájtosan támad le. Persze jól is helyezkednek a piros mezesek. Molnár. Aj, ez viszont nagyon komoly hiba, tőke. Tolhat rajta egyet, de lehet, hogy kicsit túl sokáig várt, mert a hibát vétő Molnár átért és tisztázott. Pedig Zitzer labdát adott tőke megint. Ezt viszont szépen játszották ki ketten Szeleckivel. Nem dőlt még el ez a mérkőzés, 2 gólos különbség ide vagy oda. Főleg, hogyha nem tudják hátulról kihozni a labdát.
egy-egy láb azért most már időnként ott marad, kinyúlik. Horváth Tamás még az iménti játékvezető ítélet miatt volt még mindig ideges szerintem. Ez egy remek átadás. Megértem Molnárt, hogy nem akar találkozni Farkassal, aki nagyon határozottan érkezett a kapuból. Kummer harcolja ki a sarokrúgást. Amit lehet, kihoznak azért a szűk területen is a szituációkból a Baron homeopátia játékosai. Német helyezkedik ezúttal bent, de megelőzi őt Horváth Attila. Klémán. Ez nem jó lövés. A Mester 3-asnál járó Gárber tér vissza a pályára, német helyett. És ő üldözi most Orosz Attillát, aki meg tudja játszani Szeleckit. Igen, ott kellett volna valakinek jönnie, de Klémán jött. Klémán jól csinálta, azt kell, hogy mondjam, hogy a klasszikus forgatókönyv szerint ketten elvitték az embert előle. Ez egy jó lövéssel biztos befejezés lehetett volna. Maga a lövés nem volt jó, de az, hogy azt választotta, az szerintem jó döntés volt. Horváth Tamás szépen veszi le a levegőből a labdát, Molnárnak mondják, hogy ne bántsa. Hát így előnyszabály, mert egyébként volt azért gáncsa dologban. Nagyon jó kis lövések ezek. Kummer. Nem jött most a kapus. Molnár. Csesz neki, ő is visszatérte hát. Tudják róla, hogy cselez, de hát azt nem elég tudni. Ez pedig egy lerántás, utána nyúltak egy kicsit. Hát nem lehet könnyű, amikor hiába tudja az ember, hogy jönnek a cselek, de nem sikerül elvenni a labdát. Az utolsó 5 perc kezdődik e pillanatban, legalábbis a rendes játékidőből. 4-2-re vezet a Baron homeopátia, és szabadot rúghat. Bognár és Molnár beszéli meg ezúttal, hogy mi legyen a figura. Ez volt, és milyen jó figura volt! Abszolút tudatos jó dolgokat látunk mind a két csapattól. Látszik, hogy összeszokott, nyilván régen együtt focizó társaságok. Teljesen méltó az első osztály szintjéhez ez a találkozó. Más kérdés, hogy sok helyzet kimarad, a kapusok is jól védenek, de hát bőven mozgalmas, élvezetes meccs. Horváth Attila emeli ki, ezúttal céltalanul, vagyis hát nem pontosan a labdát. Szóval az ötödik helytől lefelé ugye Pasakeba, Boaron homeopátia, Sárépszer, Fehérváspet, Belszotul, Fortrans és Alba Csavar, ez a sorrend, legalábbis ez volt az utolsó forduló előtt, és aztán majd megy a téli szünetre a társaság. Cseszteki a szokásos cselei, ez pedig érzésem szerint Bognárnak el kellett volna lőni a hosszú sarok hivogatóan tátongot, és majdnem ráfizettek, mert nagyon egyedül volt elől Horváth. Több kidolgozott helyzete van a Baron homeopátiának. Cseszteki elképesztő, mit tud a labdával. Megindul, befejezi. Önzetlen volt, és kihagyta Kummer a kihagyhatatlan. De ami Cseszteki-től látunk itt, az azt kell, hogy mondjam, hogy legalábbis az általam látott meccsek alapján egyedülálló. Nem gyakori kispályán, hogy valaki ennyire egyénien is, ennyire jól játszon. Inkább passzolnak itt a csapatok, támadásokat építenek. De Cseszekinek nyugodtan oda lehet adni a labdát, mert egyedül is képes átvinni teljes védelmeken. Kummer. Hát nem tudom, hogy minden meccsen így játszik-e a Baron homeopátia, de az a gyanúm, hogyha így tenne, vagy hogyha az ellenfelek is így hagynák, akkor azért nem a hatodik helyen állna. Az ötödikre léphet előre maximum itt az utolsó őszi fordulót követően. Bognár. Hát ezek a könnyelműségek persze nem férnek bele. Horváth Tamás ezért nem férnek bele, mert megint szépít a Fehérvársper, és 3 perc még hátra van. Négy-három, Horváth Tamás második gólja egy labdaszerzés, vagy másik oldalról nézve labdavesztés után.
Ő egyébként 4 gólnál járt a fordulót megelőzően. Most tehát már 6 van neki, amivel megelőzi Orosz Attilát a góllövő, házi góllövő listán. És egyébként Fekete Istvánnak is, tehát a mező legidősebb tagjának is van már 6 gólja a szezonban, tehát nem, tényleg nem baráti kegyből fér be még a csapatba. 4-3, utolsó 2 perc, izgalmas lesz ez még. Elszórakozott néhány helyzetet a Buaron homeopátia, és ennek most megihatja a levét, mert a Fehérvár Sped végez el bedobást a 49. percben, és tiszta lövő helyzete volt Horváth Tamásnak. Wittner. Kummer. Mondják neki, hogy tartsa meg a labdát, Bognárhoz játsza, Bognár! Ej, még egy kapufa, hihetetlen! Azért a szerencsére sem panaszkodhat a Fehérvár Sped, maradjunk annyiban, elég csak arra a bizonyos észre nem vett gólra, már ha az volt, tényleg nem akarok pálcát törni a bírók fölött, gondolni ott az első félidő végén, és most már néhány kihagyott helyzet, kapufák, szóval azért az összkép alapján ennek simábban kellene jelenleg a pirosmezesek javára állnia. Ehhez képest Szelecki cselezget. Horváth Attila. Most már visszahúzódnak a vezető csapat játékosai. Tőke. Így is kell a türelem persze. Tőke. Be a sűrűbe. Wittner véd. És ott már elől nincs senki. Most meg Cseszteki letámadni. Ez már az 50. perc. Az utolsó tehát a rendes játékidőből. Orosz vissza, tudja még emelni, bent tudja tartani. És e pillanatban vége a mérkőzésnek, 4-3-ra győz, egy mozgalmas, jó színvonalú meccsen, szép gólokat hozó mérkőzésen a Buaron homeopátia. Ezzel 14-re növeli pontjai számát, és lehet, hogy előrébb lép a 6. helyről. Köszönöm a figyelmüket, jó szórakozás volt szerintem ez a kis pályás foci, Zsidai Ádám operatőr kollégám nevében is. További kellemes napot, délutánt, estét kívánok, Somos Zoltánt hallották.